Szívből köszönöm Bencének a lélekgyógyító és gondolatébresztő dharma beszédét. És azt hiszem, hogy most bármi, amit mondhatnék, az hiba. Tehát inkább én nem mondok semmit. Csak szeretném, hogyha belátnátok, hogy ennek a varázslatnak nincsen varázslója. Tehát a varázslók azok mindannyian vagyunk, akik ezt a visszavonulást létrehozzák, ezt az zengyakorlatot, ezt a jelenlétet létrehozzuk. És szeretném a béli örömömet és hálámat kifejezni, hogy együtt gyakorlunk, és ezt együtt tudatosan cselekedjük, mert hogy hallottuk, a módszer az a legmélyén átadhatatlan. Tehát vagy a saját erőfeszítésünkkel, de közösen ebből a közös jelenlétből ezt megéljük, megtapasztaljuk, vagy pedig leragadunk a formák szintjén, ahol valójában nem átadható a dolog. Van-e kérdése bárkinek így zennel, gyakorlattal, tudattal, testtel, egyébbel kapcsolatban? Gyakorlás közben gyakran tapasztalom, vagy gyakran, tehát többször előfordult, hogy ilyen erős, ilyen bódult álmosság érzés kerített hatalmába, tehát így ez a... Igazából akkor tértem magamhoz, amikor a test ugye kibillent az egyensúlyából, és ez a reflex, ami visszahozta a tudatot a jelenben. Mit lehet kezdeni ez a nagyon erős ilyen behúzott, tehát ijeszettel? 4 fokos víz Alpesi folyószik. Most jelenleg ez itt nem elérhető. Tehát, ha már a kuanok se izgatnak föl annyira, hogy attól ébren maradj, akkor a következőt javaslom. Tehát itt van az a tantien, az a köldök csakra, ami ezt az energiát meg tudja fogni. Tehát, ha a búdulat már kialakult, akkor fel kell belőle ébredni. De ha érzed azt, hogy ezt hogy alakul ki, vagy hogy alakítod ki, akkor mielőtt ez az energia eléri akár a szívcsakrát, de inkább ezt, azelőtt szépen visszahozod a helyére. Ebben segít a nyitott szem. Azért kérjük, hogy legalább résre legyen nyitva a szemed, hogy ez az energia ne egyértelműen ide utazzon föl és legyen ott, hiszen ha nem egy imaginációs meditációt folytatsz, mert nem arra van szükség. Hogy Bencétől hallottál, az a gyógymódoknak egy fantasztikus tárháza, ahol egy nagyon-nagyon szofisztikált és erőteljes koncentrációval, imaginációval a tudatot egy másik karmikus ösvényre teszed rá, és ettől előbb-utóbb a test is egy másik ösvényen megy le. A zen alapból nem ilyen. Tehát nem tanítjuk most a szonnyút, a dharma play-t, vagy a dharma játékot, ami nem játék, csak pontosan hogy a gyermek teszi az építőkockát egyik helyről a másikra, a tudat tárgyait is tudod egyik helyről a másikra tenni, struktúrákba rendezni. Más buddhista hagyományok komoly előkészítő gyakorlatokat folytatnak az imaginációs, vizualizációs, ugye, tehát a tudat tárgyát illető gyakorlatokkal. A zen az alapból nem ilyen. Egyszerűbb, és azért egyszerűbb, mert ha egy tudattárgyat el kell kezdeni cizellálni és képezni, elképzelni, az látszólag könnyebb, de az alapot, ezt, ettől még nem tapasztalod meg. Tehát mi az a tükör, ami előtt nincs semmi? Mi az a tudat, aminek nincs tárgya? Milyen az a lét, amikor az éned, mint képzet megszűnik? Tehát ezért van ez a tiszta tükör, tiszta tér meditáció, ami amennyire megfoghatatlan, annyira jól tud működni, ha belejössz. És mindenki belejön. Tehát olyan nincs, hogy az első interjúról valaki úgy jöjjön ki, hogy semmit, de semmit nem tapasztalt. Ne várd, hogy értsd. Tehát nem arról van szó, ezt hallottad a gyönyörű bevezetőből, hogy nem arról van szó, hogy értsél. Az értő gépezet, a kíváncsi, éhes intellektus majd ért valamit. De a zent, azt nagyon nehéz érteni. Van egy érthető réteg, 5%. Az összes többi az nem érthető, hanem tapasztalható, ráérezhető, megélhető, cselekedhető. És amikor az energiagyakorlatot folytatod azzal, hogy nem mozdul,
akkor elsősorban a tudatnak ezt a mozdulatlan, tiszta állapotát kell megérni. Erről szól. Tehát azt tudjuk, hogy energia és információ az nem választható szét, olyan, mint az éremnek a két oldala. Tehát amikor az energiát megmozdul, azt a tudatod mozdította meg. Valamely gondolat, valami érzelem, valami impulzus. És ha azt egy pillanat alatt a kérdéssel, hogy mi ez, leválasztod az identitás faladról, onnantól kezdve tudod uralni. És az az érdekes, hogy ez a leválasztódás, tehát az, hogy a tudat tárgyát leválasztod a tudatról magáról, ez már egy tisztulás élmény, körülbelül úgy, hogy bemész a fürdőszobába, és látod, hogy valaki rúzsal egy nagyon szép üzenetet rajzolt a tükörre, mert a párod úgy gondolta, hogy te ezt találd ott reggel. És ez mind nagyon szép és nagyon jó, üzenetet el kell olvasni, de utána, hogyha a tükröt szeretnéd használni, akkor bizony le kell törölni egy kis acetonsavattával ezt a történetet, és a tükör tiszta lesz. Üzenetet megkaptuk, tükröt letisztítottuk, és akkor így szépen egyszerűen tisztán mehetünk tovább. Úgyhogy energia és információ az ugye nem szeparálható, és előbb-utóbb látni fogod azt, hogy mi a fonákja. És ez gondolatokkal és érzelmekkel is így van. Tehát vannak ilyen nagyon magas rögtön gondolataink, vagy nagyon igaz és őszinte érzelmeink, valójában milyen energiállapotot szeretnénk vele elérni. Tehát éppen melyik hormon vezérelte. Jó? Tehát ezt is valahol tapasztalni kell, és akkor tudunk tényleg őszinték lenni önmagunkhoz, és energiaszinten uralni ezt, és tudati tárgy, tehát gondolatok és érzelmek szintjén látni ezeket. Jó? És ahogy hallottad, hibát hibára halmozva, tanulva és bízva, csak törekedni. Tehát ha valami átadható ebből, és nem szeretném újrainterpretálni a bevezetőt, de az az a törekvés, ami 10 év alatt ezt az eredményt hozta, amit itt láttál pár perccel ezelőtt ugyanez a helyen. Jó? Egyéb kérdés? Van nekem egy ilyen nagyon, nem akarom nagyon minősíteni, rossz szokásom, hogy... Jó barát? Igen. Hogy hajlamos vagyok mindent úgy kifesteni agyból, meg kicímkézni, és ezzel az a probléma, hogy bármi, mielőtt nekifognék bárminek, azelőtt nagyon szép kis ilyen, tehát lejátszom az agyamban a dolgokat, és erre azt találtam, hogy hogy inkább kipróbálom a dolgokat és belemegyek, mint hogy képzetekkel eltérítsem magam az útról, úgymond. Azért vagyok itt az elvonuláson is, mert úgy voltam vele, hogy puding próbálja az evést, tehát eljövök és kipróbálom. Viszont itt képbe jön egy másik dolog, hogy nem tudok mindent kipróbálni az életben, amire úgy gondolok, hogy úgy látom, hogy esetleg ettől félek, vagy valami visz arra fel. És van ez a kettősség bennem, ami ezzel kapcsolatban jön, ami sokszor nagyon úgy érzem, hogy az őrületbe kerget. Tehát ez a, mint hogyha egy labdát így folyamatosan ütögetnének a falba, falhoz, vagy az emberhez fejébe egyszer 5 lemez játszana, és nem akarok túlozni, de sokszor érzem, hogy jön, hogy kiugorjak az ablakon. Hogy ugye kipróbáljuk azt is, de azt meg nem szeretnénk. Pontosan. És miért nem szeretnénk kipróbálni az ablakon való kiugrást? Hát valószínűleg a félelem haláltól. Még ilyen bungee jumping módszerrel sem? Megmondom, miért provokálok. Azért, mert nem tudsz minden alagútba bemenni. Nem tudod, hogy mi van benne. Attól alagút, nem látod a kanyarokat, sötét van, stb. Az alagút szájához odaállhatsz, és megláthatod, hogy a bemenők kik és milyenek, és a kijövők kik és milyenek. És akkor nem fontos lépésről lépésre tudni, hogy mi történik az alagútban, csak látod, hogy akik megtapasztalták azt a létállapotot, fizikai, tudati, lelki tartalmat, ami az alagútban van,
azok hogy jönnek ki onnan? És ez bőven elég. Tehát én nagyon-nagyon kétlem, hogy itt ebben a teremben bárki kábítószerfüggő szeretne lenni. De az szinte biztos, hogy egyszer-egyszer rágondoltál, hogy milyen lenne az, hogyha... És hogyha ezt a kétséget, mint a pattogó labdát el akarod oszlatni, el kell látogatni rehabba. És akkor pontosan megtudja az ember, hogy az alagútnak a végén, ugye, ki jön ki, és hogyan jön ki. És nehogy most ítéletalkotó módon gondolkodjunk. Tehát elképesztően fontos látni azt a tudatállapotot, amelyik kijön belőle. És nagyon sokféle. De egy biztos, függő helyzetbe került. És akkor változott az útja, amikor ezt a függő helyzetet fel akarta oldani, óriási szenvedések és kínok árán. De ugyanez, amikor valaki mondjuk a moralitás és az etika határait feszegeti, és világos, hogy ez nem csak egy egyéni szintű döntés, hanem egy csoport szintű döntés, hiszen ha bizonyos döntéseket meghozol, azok társaságába kerülsz, akár közvetetten, akár közvetlenül, akik hasonló döntéseket hoztak. Ugye? Tehát akkor nyugodtan el lehet látogatni egy BVI-be, akik ugye, ott vannak, azok elmondják neked, sőt a jelenlétükkel megmutatják, hogy milyen az, ha bizonyos döntéseket hozol, és ők kijöttek ennek az alagútnak a száján, igaz, hogy még rács mögött van. De nagyon fontos azt látni, hogy egy lélekkel, egy testtel nem lehet mindent megtapasztalni, sőt az erre a vágyra való rálátás már az útnak egy nagyon fontos eleme. Hogy mindent akarok, de semmi sem elég. Ugye? Tehát hol van az a tapasztalás, ami kijózanít? Tehát ha nem onnan nézed a sok-sok tízezer megtapasztalhatatlan állapot és dolog felől, hanem onnan nézed belül, hogy miért jöttem ide, mi a dolgom, miért születtem meg, miért vagyok itt, egy szóval mi az utam, akkor az ebbe az útba természetesen eső tapasztalások úgyis elkerülhetetlenek. Az azon kívül esőek pedig nagyrészt elérhetetlenek. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne szabad akaratod, és nem tudnál igazi döntéseket hozni. Na, ahogy idősödünk, és ahogy halad velünk az élet, úgy láthatjuk, hogy ez a szabad akarat, amit mi annyira fontosnak tartunk, és fontos is, abban van az energiacella, ez mennyire kevéssé befolyásolja azokat a valós dolgokat, amik történnek velünk. Nem amit elképzelünk, hogy történhetne, hanem ami valójában történik. Jó? Tehát a meditációban, hogyha ilyen vágyentrópia fellépés, ezt is szeretném, azt is szeretném, ezt is végigutazom mentálisan, aztán mégsem, akkor az a kérdés, hogy mi a dolgom, vagy mi az utam, ami éppen jobb. Ha ezt fölteszed, akkor ez a kérdés összerántja az egészet, és anélkül, hogy egy ilyen görcsös koncentrációba bele szeretnéd hajszolni magadat, ami terméketlen, még rövid távon is. A tudat felszíne kisimul és kijelölődik rajta az ösvényed, ami mindig is ott volt, csak ezek a vágyak, vagy éppen averziók, hogy az ellenoldalt is lássuk, ezek lefették. Azért kell ezektől a dualisztikus tartalmaktól egy picikét megszabadulnunk, hogy a tudatunk tiszta tükrében lássuk azt az inkarnációs célt, ami miénk, és amivel ugye megszülettünk, és ha kell, akkor változtatni rajta. Én ilyenkor szoktam azt a kérdést kérni, és mi van, hogyha valaki nagyon rosszat lát? Ez nem biztos, hogy rossz az, csak lehet, hogy nem megfelelő helyen és időben van az illető. Meg kell találni azt a helyet és időt, ahol a karmáját manifesztálhatja, és azon keresztül tapasztalja meg önmagát, és menjen ezen az úton. Tehát nagyon sokat kérdeztek korábban engem az erőszakról, hogy mi van, ha valakinek erőszakos karmája van, és szembe kerül más emberekkel. És azon nyomban mondtam, hogy tessék olyan helyre menni, ahol az erőszakból erő lett, és az egészet megszelídítették, formába öntötték, koreografálták ahhoz, hogy azt az élt kivegyék belőle, ami valójában árt. Tehát nem egy egyenes ütés árt, hanem az a harag, ami esetleg mögötte van. Mert ha az a harag vezérli az ütésedet, akkor biztos, hogy árt.
Tehát normális harcművész iskolákban a leckéknek az alapjai közé tartozik, hogy kivedd a saját egoitásodat a küzdelemből. Különben, ha nyersz, akkor is veszítesz. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy megfelelő helyen és időben manifestálódik a karma, hogy énteleníthesd, és kivedd belőle azt az egoisztikus élt, amitől bármi, amit csinálsz, végül is korrumpálódik, megkeseredik, és valahol elembertelenedik, mert énből, nagyon komoly ragaszkodásból és illúzióvilágból dolgozol. Tehát ha megtalálod, hogy mi az utad, ezen az úton menve szép lassan ez a kéreg ez el tud kopni. És az úttá válsz. És amikor az úttá váltál, akkor te, mint elkülönült entitás, eltűntél. Jó? Attól, mint név és forma megmaradsz, tehát nem fog sejtszinten felszívulni valami szőnyegben, tehát nem ez lesz a probléma. Csak az az iszonyatos elszigetett, elkülönült, dualisztikus érzés, hogy nekem mindig harcolnom kell, meg kapnom kell valamit, tehát az állandó adok-kapok, input-output kényszer, ez az, ami megszűnik. És bele tudsz simulni valami sokkal nagyobba, mint ami te vagy. De ehhez a te-nek, vagy az én-nek meg kell szűnni. Ezt hívjuk egyéválási élménynek is, ez ugyanúgy átadhatatlan, csak megélhető. Jó? Más kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy a zen mit mond a gyakorlat közben megjelenő fájdalmakra, tehát ilyen testi? Nem tudom, hogy a zen mit mond, azt tudom, hogy én mit mondok. Akkor te mit mondasz? Azt tudtad, hogy nincs zen. Különböző tanító illúziók vannak, nincs zen. Jó, tehát. Fájdalmak, hallottak, a fájdalmak tanítók, és megtanítják azt, hogy mi az, ami mentálisan orvosolható és orvoslandó, és mi az, amikor föl kell állni és könnyíteni kell a térdeden, mert akármilyen gyöngéd és elfogadó tudatállapotta, vagy egyéválló hozzáállással rendelkezel, ha nem ittál elég folyadékot, ha túl sok sósat vagy cukrosat ettél, és nem szoktál hozzá a napi többször 40 perces üléshez, te lehet bármilyen gyönyörűséges, megvilágosodott ember, akkor is fájni fog. Viszont a hozzáállás az nagyon más. Nem fog harcolni, hogy mocsok, ne fájjál. Tehát ezt így nem lehet. Ez egy gyerekes, infantilis hozzáállás. És egy ideig hidd el, hogy így csináljuk, hogy fáj, és ez nekem nem tetszik. Tehát a felnőttel magatartás az, hogy kis szívem, milyen testet vettél fel? Emberit? Akkor fájni fog. Tehát ez nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy ha a lélek ezt a testet vette fel, annak komoly következményei vannak, és az egyik az, hogy bizony az fáj, és hogyha fizikai eredetű a fájdalom, és nagyon durván egyszerűsítek csak azért, hogy fogható legyen, akkor fizikai módon kell orvosolni, ha pedig mentális eredetű a fájdalom, akkor mentális oldalról kell orvosolni. Például az embereknek nagyon sokszor ülnek, és azt hiszik, hogy fáj a hátuk, ott a két lapocka között is egy picit lejjebb. Biztos? Senki nem boxolt egy ilyen hatalmas vasvillával háton. És hogyha kilazítod, és utána visszajössz, és megint fáj, és megint bemerevszik, és megint fáj, és ez napokon keresztül, azt tudjuk, hogy ennek a szívcsakrának a hátsó kiárat az pont a két lapocka között picit lejjebb van, és ott is tud ez az algút kiárat tisztulni, és nem is kevéssé. Ugyanez a fejfájás. Senki nem kollintott fejbe egy sodró fával, csak lehet, hogy sokat gondolkodsz. Tehát, hogyha ide szépen lehozod ezt az egészet ide köldökre, vagy mondjuk egy nagyon szép tantien légzéssel ezt a folyamatot kicsikét fellazítod, teszel egy sétát, kevesebbet gondolkodsz tudatosan, akkor ez az egész meg tud szűnni, ezek a mentális, főleg mentális eredetű fájdalmak. Tehát nagyon fontos látni, hogy a primér forrás, az elsődleges ok, az micsoda. Az összes többi az hozzászegődik, mint a jó kis csapat. Jó? És ezt a kezdőpontot, ezt a kiváltó okot, ezt kell nyakon csípni, és nem összecserélni valami másodlagos vagy szekundér dologgal. És akkor vagy tényleg a helyeden. No? Akkor tudsz tényleg orvosolni belül, aztán ha olyan a karmának a kívül is. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a vágyaknál hol
kell megállni. Hol kell elkezdeni? De mi az a vágy, amire elmozdulsz? Hát sokféle van. Hát van anyagi, testi, szellemi, mindenféle. Nem egyfajta listára gondolok itt, hanem egy küszöb értékre. Ja, persze. Mi az a küszöb, amikor megmozdít? Mert nézzük meg, bizonyos vágytipől éhség, nagyon egyszerű az éhség. Éhes vagy reggel 10-kor, de reggeliztél, és tudod, hogy ebéd is lesz, és akkor vársz ebédig, nem mozdít meg. Nem ettél 3 napig, biztos, hogy megmozdít az éhségérzet, kőkemény történetek játszódhatnak le. Tehát, mi az, ami megmozdít? Most kicsikét szubtilisabb tudati oldalról. Mi mozdít meg? Hát melyik az a küszöb érték, amikor egy vágy, az gyakorlatilag megmozdítést, azt követed, és ki akarod vitelezni, és be akarod teljesíteni? Hol van ez a határ? Mert ezzel a határral kéne foglalkozni, és nem a vágyakkal magukkal, hiszen felállítasz egy ilyen kis szűrőrendszert, hogy te jobbra, te balra, te jobbra, te balra. Ezt tudjuk már, ez nem a legjobb, se társadalmilag, se egyénileg. Tehát mi az a küszöb érték, amire rámozdulsz, és azt mondod, hogy jó, akkor ezt most megcsinálom, ennek most hiszek, ezzel most azonosulok, ez most kell. És alatta pedig, felejtsük el. Hol van ez a küszöb? Hát, mint mondtam, ez mindenhol megvolt, még ezelőtt egy ilyen évvel, ugye a szexualitásban is, de valószínűleg azt más dolog vezérelte, a szeretet hiány, vagy a szeretetészség, hogy ugye az ember bele rohan férfiak karjaiba, vagy a szexualitásba, de végül is nem arra vágyik. De hát ez is egy érzékeny téma, hogy itt hol választhatta el a vágy, meg az a tudatosság. Tehát, hogy honnan tudja valaki, aki még nem elég tudatos, hogy hol álljon meg? Például itt. Ennél azt érzem, hogy a füvet manikürólóval szeretnéd nyírni. Nagyon szaporátlan a dolog. Na. Ezt a templom lakók többsége tudja, hogy nagyon komoly fűnyírő traktorral érdemes a füvet nyírni, és nem pedig manikürólóval jelenségenként, impulzusonként szépen felállítani küszöbértékeket. És nem megy, a pillanatban nem tud tartani. Tehát a jelenségek, a 10 000 jelenség, a 84 000 darma oldaláról szeretnéd megközelíteni ezt az egészet, és így 84 000 válasz kellene, és egyik sem lenne helyes. Tehát gyakorlatilag egyszerűen tisztán ebben a pillanatban merre vezet az utam? Arra vezette az utam, hogy férfiak karjaiba így egymás után, ahogy mondtad. Már nem. De akkor arra vezetett, hát most mondtad. Tehát, hogyha ez így van, akkor te azt szeretted volna tapasztalni, és az összes többi tudati impulzus ennél gyengébb volt. Így van. Mert nem más cselekedtél, hanem ezt. Ez ennyire egyszerű. Minden más gyengébb volt ennél, ez volt a legerősebb. Tehát mi tette erőssé? Mi tette számodra ezt imperatívvá? Tehát innentől kezdve azt kell megnézni, hogy te hogyan teszed bele az erőt ezekbe a cselekvésekbe. És innentől kezdve már nem azt kell, hogy ez egy vágy jó, vagy rossz, kell, vagy nekem, én mit csinálok. Tehát én energiával ruháztam föl például a szexus, vagy az érzékiség ugye regiszterét, mert abból akarok valamit. Hát a szeretetet akartam. Így van. Tehát ha ez így van, akkor meg kell nézni, hogy ezt hogy csinálod, tehát nem a deskriptív oldalt, hogy most megnézem, hogy ezek a vágyok milyenek, ezek hova vezetnek, stb. Ez azért terméketlen, mert pont ez a leírás az, ami nem fog működni a pillanatnak a hevében. Tehát a generatív, a teremtő oldalról kell megnézni, hogy hogyan teremted te ezeket az állapotokat, és mit szeretnél vele elérni. Tehát egyszerre látni a forrást és a célt, a gyökeret és a gyümölcsöt. És ezek akkor önszabályzó momentumok tudnak lenni. Mert látsz. Tehát az egyetlen különbség az általad ugye nem túl jónak minősített állapotok és a normális, világos emberi állapot között, hogy az egyiket átláttad, és ezáltal uralhatod, másikat nem láttad át, és ezáltal ezek a jelenségek uralkodnak rajtad.
Látszólag. Azért látszólag, mert valahol te keltetted őket, te programoztad be őket, és mégis valahol elment az éberség, elment a tudatosság, és elment az az irányíthatóság vagy uralhatóság, amitől ez az egész a tied maradhatott volna. Úgy tűnik, hogy teremtettünk valamit, ami fölött az irányítás egy kicsúszott a kezünk közül. Ez mennyire emberi, és mennyire méltatlan hozzánk emberekhez. De hát ez ugyanez érvényes a pénzre is. Újabb fűszálat szeretnék manikűrolózni? Egyéb kérdés? Tehát, hogy tartsuk meg a jelent, a pillanatot a formális meditációban, arra már kaptunk instrukciókat, meg van módszer. Viszont én például azt vettem észre, hogy a mindennapi munkában nekem például segít az, ha mantrázom. Megteheted azt? Tehát nem veszed el a tudatod terét valami mástól? Éppen ez az érdekes, hogy úgy érzem, hogy segít, hogy tehát, jobban tudok koncentrálni az adott tevékenységre, ha a mantra tölti ki a tudatomat, mert miért nem mantrázom, egyből elkezd a labda pattogni a fejemben. Akkor nagyon jó és egyszerű tevékenységet végzel ahhoz, hogy a mantra gyakorlattal ez párosítható legyen, a legtöbbünknek ez nem adatik meg. Magyarul tudatilag kell valahol mókuskerékben gépelni, gondolkodni, input-output műveleteket végezni, ami kitölti a tudatod terét. Vagy pedig folyamatosan mondjuk verbálisan kommunikálni, és akkor meg azt tölti ki. Én kipróbáltam így kezdő zengyakorlóként, hogy milyen az, hogy beszélek, és közben megy a mantra a háttérben. Az a több csatornás üzemmód, hát nagyon vicces eredmények születtek, ezt mindenkinek meghagyom, ha ki akarja próbálni, elég veszélytelen, de szerintem elég meddő dolog. Tehát az, hogy a tudatban van tér, a térből a látás következik, és a látásból a döntésképesség. Tehát itt húznám meg a határt a magyarázatban, és nem magyarázni tovább. Ami viszont az egyszerű és világos tevékenységet, a cselekvést illeti, hogyha közben van a tudatnak üres járata, akkor tényleg ne hagyd, hogy a karmád elhatalmasodjon, és pattogjon a labda jobbra-balra, akkor adsz egy nagyon komoly jelenlétet és egyéválást a cselekvéssel, a mantra segítségével. Egyéb kérdés? A tegnapi kisvaddisznóról szeretnék beszélni, hogy hetek óta itt mászkált körülöttünk, és tegnap volt a napja, amikor végül is úgy döntött, hogy ő a közelünkben szeretne lenni. És valahogy én megéreztem azt, hogy ennek a kismalacnak már nincs sok hátra, és úgy éreztem, hogy meg kell adnom neki mindent, amit csak tudok, hogy az utolsó pillanatai szépek legyenek, mint hallottam már a el is pusztult szegény. És a tegnap esti meditáció során végig érte, és azokért a szenvedő lényekért mantráztam, akik a világban vannak, hogy hogy érezhette meg ez a kis malac, hogy itt jó helyen lesz, hogy itt jó emberek fogják körülvenni, és itt nem fogják bántani. Mert ha elmegy máshova, lehet, hogy tudjuk, milyen emberek vannak. És hogy ez nekem nagyon furcsa, hogy ide jött hozzánk, és mindenki szeretettel vette körül. Mi is, de Claudia is kiment hozzá folyamatosan, nézte, mi van vele, emberek vizet adtak neki, és ez nekem annyira megható volt, hogy egy ilyen kis malacért így összefogtunk, hogy úgy érzem, hogy jó helyen vagyok. Mi a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy érezhette meg ez a kis malac, hogy itt jó helyen lesz, és az emberek honnan tudják, hogy igen, nekem ide kell jönni, és itt jó lesz? Mancsi, nem tudom. Amit kérdeztél, addig
szerettem volna megírni magamban azt a nagy novellát, hogy malac szemmel a világ. És nem sikerült. Nem tudom malac szemmel a világot nézni, én próbálom így emberi szemmel nézni, és emberi szemmel helyesen látni a malacot. Embert is, de most malacról kérdeztél. Tehát én akkor láttam meg, hogy ebben a malacban több van, mint állat, amikor nem félt. Ugyanis az atavisztikus reflexek, azok iszonyat erősek. Bennünk is félelem, averzió, halálvágy és gyilkolásvágy, ezek túlélés, szaporodás, az összes ilyen ösztön, túlélés, szaporodás, birtoklás, három nagy ösztöncsoport, amit lehetőleg a humánok lássanak át, az állat itt zárva van, nem tudja átlátni. Nem félt, és ez attól is lehet, hogy beteg volt. Tehát egy csomó betegségnek sajnos az a tünet, hogy az állatban megszűnik a félelem reflex. És ott állt az út szélén, nekrológ, és elmentünk mellette autóval, és így nézte az autót, és amikor csak nagyon közel értünk, akkor ment el a rengetegbe. Vagy ott volt a kis almás földünkön, és így szépen kiterítve ott feküdt, és akkor élt, és pont belakmározott a lehullott almácskákba, és amikor öten és nagyon közel értünk, akkor mozdult. De voltak, akik oda mentek, és meg tudták simogatni, és egyebek, tehát teljesen megváltozott a viselkedése, és ebből lehetett tudni, hogy valami baj van. Tehát ő gyakorlatilag az állatvilágban már semmiféle helye nem volt, mert a konda kiveti a beteg állatot, az ő túlélő reflexük az így működik, és keresett valamit, és egy óriási kérdője, hogy pontosan mi vezérelte, mit érzett, ami viszont fontos, hogy te érzed azt, hogy te helyesen cselekedtél. És ha ez megvan, akkor ez a legtöbb. Tehát nem tudom, hogy malac szívvel milyen az utolsó pillanat szépsége. Azt tudom, hogy milyen az, amit én szeretnék adni, vagy te szeretnél adni egy másik lénynek ahhoz, hogy a testből való távozása minél kevésbé legyen szenvedésteli. Ez sokkal inkább nyomon követhető. Jó? Tehát én azt kívánom, hogy minden lényel teljes együttérzéssel és bölcsességgel bánjunk, akármilyen érző lény legyen, akár testben van, akár nem, hogy megfelelő módon viszonyuljunk egymáshoz a lét forgatagában, mert ez nem egy békés hely. Hiába teremtünk itt és most egy nagyon jól definiált környezetet, egy jó körülhatárolható gyakorlatot, részben átadható módszertant, egy olyan étoszt, amivel szerintem a legtöbb ember itt együtt tud élni, azért vagyunk itt, de a világ maga nagyrészt nem ilyen. Tehát ahhoz, hogy mássá tegyük, és azért, hogy élhetőbbé, emberibbé, világosabbá tegyük, ahhoz kellenek ezek a felismerések, hogy egy másik érző lénynek épp akkor mire van szüksége. Még akkor is, hogyha meg fog halni nagyon hamar. És előtte is jó ez a mantra. Tehát, hogyha én szeretnék... Amíg testben van, addig van szemből száll. Együttérzés mantra. Amikor nincs testben, akkor állatnak námolmitából, embernek dzsidzsangból száll. Mert az állat az ilyen szinten nem vezethető. Az ember se, de azt legalább próbáljuk meg. Tehát a dzsidzsangból száll az a vezetője az emberi tudatoknak az úton, főleg testen kívül. Egyéb kérdés? Az egyik technika ebben a hagyományban az a hangok figyelése. És ez mit jelent pontosan? Mit teszek ilyenkor, hogy ebben a hagyományban? Erről mondj már, légy szíves, pár szót. Hallottad? Igen. Nagyon jó. Egyéb kérdés? Érdekelne, hogy a zen technikák, meditációs technikák, gondolok itt a hangok figyelésére,
a kérdések feltérésére, illetve mantrázásra. Szóval, hogy ezek a technikák lehetnek-e akadályok a jelenlét meglétét tekintve. Illetve a jelenlét megnyilvánulását tekintve. Ha ragaszkodsz hozzájuk, akkor persze. Ha nem ragaszkodsz hozzájuk, akkor nem. Azt látod, hogy miért ennyire bonyolultan tetted fel a kérdésedet? Igen. Azt miért? Részben igen. Vonakodtam egyáltalán a már magát a kérdést is föltenni. Miért? Segítek, mi helyett tetted fel ezt a kérdést? Azt nem tudom. Meg kéne látni, és akkor a gyakorlatodon ez sokkal többet fog segíteni, mint bármilyen forma, bármilyen technika, vagy a jelenléthez való gondolati viszony. Oké? Köszönöm. Szívesen. Mai gyakorlatom folyamán ezt a három technikát alkalmaztam különböző gyakorlás közben, és egy pillanat eljött az, hogy... Ma mind a hármat? Egyszerre? Nem egyszerre, hanem tehát ilyen szekvencionálisan, tehát egy üléskor például hangokat figyeltem, a másiknál pedig mondjuk a kérdést tettem fel. És egy idő után úgy jött, hogy az egyiket se kell feltennem, és egy érdekes tudatállapotba jöttem, ahol teljesen jelen voltam, ellenben nem alkalmaztam ezeket a dolgokat. Mit tegyek ilyenkor? Hát elsősorban ezt a hatalmas nagy svéd asztalt, ugye, hogy mindent egyszerre begyűjtünk a tányérunkra, és akkor a három technikát itt sorozatban szépen alkalmazzuk egyik ülésnél, ezt a másiknál, azt, ilyen íze van, olyan hatás, na, ezt gyorsan felejtsük el. Ettől lehet olyan szellemi gyomorrontást kapni, hogy nincs ez a trófea grill. Tehát így elképesztő gyomorrontásokat tudunk kapni. Az elején persze, hogy kísérletezzünk vele, és vannak alkalomszerű gyakorlatok, speciális helyzetekben, amikor más csinálunk, mint általában. De a helyzet az, hogy a tudatnak van egy alap gyakorlata. Az, amit mindig, minden helyzetben csinál. A leginkább begyakorolt, a szokásos. És ez amennyire unalmas, annyira fontos. És el lehet jutni oda, hogy technika nélkül is megtarthatod ezt az állapotot, csak ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy ez nagyon sokáig sikerülni fog, mert a karma az nem vész el, csak átalakul. Tehát egyszer csak olyan váratlan szögből ismételten jön, és akkor nem szabad azt csinálni, mi csoda, hát én már túl vagyok ezen. Ugyan már. Tehát amíg ebben a testben működünk, addig nem leszünk túl a karmán olyan szinten, hogy ne kelljen a pillanat frissességében újra jelen lenni, újra letisztítani, és újra igazi önmagunknak lenni. Tehát világos, hogy a technika ide eszköztelenebb lesz. Amikor a kérdésről beszéltünk, a faduról, annak két fázisa van. Az egyik, amikor ugye minden belégzéssel, vagy minden második belégzéssel fölteszed a kérdést. És utána hagyod szépen, hogy a kilégzéssel történjék az ami, és ahogy jött, úgy megy. És a második fázis az, amikor már nem teszed föl verbálisan a kérdést, hanem csak rámutatsz. Mondhatod azt, hogy egyenesen, 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 és aztán és kész. Tehát a tudat képes erre. Csak ne kevergessük az elején. Tehát amikor az ember kipróbálja gyakorlatnak a módszereit, akkor világos, hogy egy-két hétig, vagy akár egy-két hónapig is foglalkozik az egyikkel, aztán a másikkal, aztán a harmadikkal, stb. És meglátja, hogy ezek mire jók. Hatalmas egy érzelmi sokkot ezzel a kérdéssel, hogy mi ez, valójában nem nagyon lehet gyógyítani ott,
a forgatag hevében, a konfliktus tüzében, akkor egy mantra kell. Azzal a mantrával sokkal jobban ki lehet egyensúlyozni a lelket. Olyan állapotban van, most komoly érzelmi sokra gondolok, élet, halál, kapcsolatok megjelenése, eltűnése, nagyon nagy változások, és hogyha akkor nincs egy alapmantrád, egy rövid, egyszerű mantrád, akkor az emberben bizonyos központok ki tudnak égni. Érzelmi, értelmi, fizikai központok ki tudnak égni. Túl nagy a terhelés. Meditáció alatt gyakorlatilag bármilyen technikát használhatsz, csak érezd azt, hogy ez az, ami a tudatod terét kitágítja, a tudatod tükrét letisztítja. És akkor ez az alaptechnika, amivel tudsz működni. Egyszerűen tisztán. És akkor eljuthatsz az eszköztelen eszköz állapotáig, vagy a nem cselekvő cselekvés állapotáig. Akkor gyakorlatilag nevessem el ezt az irányzatot, ha ez jön, akkor ezt is gyakorolhatom, ha ez a finom, szubtilis működés átudatnak megy. Vagy akkor térjek vissza így megint csak ehhez a három technika valamelyikéhez? Én azt gondolom, hogy térd vissza olyan szinten a három technika valamelyikéhez, hogy az számodra az elsődleges és az alapvető. És abból az egyből érd el az eszköztelenséget. Oké? Okay? Értem. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Igen, én ezzel kapcsolatban. Akkor már is adjuk neked a mikrofon. Nagyon jó. Igen. Mondtad ezt az erős érzelmi sokkot, vagy valami nagy feldolgozhatatlan problémát. Hogy akkor én most tulajdonképpen rosszat teszek azzal, hogy én most ezt próbálom csinálni, mert én egy olyan problémával küzdök, aminek nincs számomra megoldása. Nem tudom, hogy valaha lesz-e. És hogy akkor lehet, hogy most nem is ezt csinálom, amit csinálok. Mit csinálsz most? Hát, hogy próbálom a meditációs technikát elsajátítani. Értsd jól, tehát el kell sajátítani a meditációs technikát. Azt alkalmazni kell. És van egy olyan fázisa sokkal később, amikor a belső kognitív vagy egyéb formák alkalmazása nélkül is megy a technika. De az még egy jó darab idő, tehát most itt engedelmeddel még nem tartasz. Egyszerűsítve, hasonlattal illusztrálva, amikor én biciklizni tanultam, nagyon sokféleképpen lehet biciklizni tanulni, lehet úgy, hogy ilyen kis segédkerekeket tesznek, ezt én már akkor nem szerettem 6-7 évesen. És azzal egyetértettem, hogy apuka betegyen egy partvisnyelet a nyereg mögé, és akkor azzal ott fogott engem, hogy ne dőljek el, és ott jött mellettem. Én kis nagyon érdekes, még Mária remetén tanultam meg biciklizni, ez nagyon jó volt. És a partvisnyel az mindaddig ott maradt, amíg egyszer csak apu úgy nem gondolta, hogy én már ezt anélkül is tudom, én pedig végig azt hittem, hogy fogja. És ki már rég nem volt ott. Na, ez is ilyen. Tehát, hogy? Ja, hát te már tudsz. Na, hát ennyi kell, hogy a tudat önállóvá vált, de ahhoz a technikát be kell gyakorolni, és tényleg hinni kell benne. Ha te apádban akkor nem bízol, amikor a partvisnyátot fogja, akkor állandóan ott bizonytalanul tülöngész jobbra-balra. Apu ott van, bízol benne, vezet, követed, biciklizel, és egy idő után partvis nélkül is megy. Bármilyen trauma, ami a lelket marcangolja, az gyógyítható a megfelelő gyakorlattal, a megfelelő tudati gyakorlattal. Tehát nem megoldhatatlan a probléma, csak lehet, hogy még nem találtad meg a megoldás kulcsát. És itt nem a kulcsok különböző próbálgatásával töltjük az időnket, hanem a helyes látással. És ehhez kell egy olyan állapot, amikor a mantra, mint a tűzfal, megvédi a tudatot önnön ártó hatásaival szemben. Tehát egy jelenséget, szenvedést, veszteséget nagyon sokféleképpen fel tudunk használni. Ez úgy működik, mert éles, mint a kar. Tehát úgy működik, hogyha az illúzióidat, az önmagadról és a világról alkotott illúziókat vágod vele ketté, akkor ezt a szenvedést felhasználhatod arra, hogy nagyobb önismeretre, nagyobb együttérzésre, nagyobb bölcsességre tétszer, de ezt az élt ugyanúgy fordíthatod magad ellen, és a szenvedéshez való ragaszkodással, a szenvedéssel való helytelen, egószintű azonosulással annyit ártasz magadnak, hogy az borzasztó. És panaszkodunk, és pörlünk, perlekedünk,
és nem látunk. Tehát széteshetünk dualisztikus reakciókba is, és elérhetjük a legnagyobb egységet, önmagunk teljes meghaladását ugyanazzal a szenvedéssel, csak a hozzáállás nem mindegy. Most onnantól kezdve, hogy a mantra gyakorlatod egyfajta tűzfalat, egyfajta használható teret ad a tudat tárgya és a tudatod között, már nem kell azonosulni vele. Már nem kell félni tőle. Már nem kell dualisztikus reakciókba bocsátkozni, mert elkezdted látni úgy, ahogy az van. És ezen keresztül magadat is úgy, ahogy te vagy. Tehát kell alkalmazni a technikát, megfelelő módon lehet alkalmazni a technikát, tudatában kell annak lenni, hogy a technika részleges, korlátolt, és egy idő után változtatni kell rajta, de most nem ez az idő. Most szépen bele kell tenni azt a munkát, hogy tisztában lássunk a sok, a veszteség, az egyéb traumák nyomán. És mindig megkérdezik az emberek, hogy és akkor meddig tart? Meddig ragaszkodsz hozzá, meddig kötődsz hozzá? Tehát egészen addig tart, amíg el nem engeded. Egy minutával se tovább. Tehát amíg az éned ragaszkodik hozzá a jó és a rossz tengelyén keresztül, addig szenvedsz. És ha nem tud elengedni? Meg tudtad fogni? Hát jött, nem akartam megfogni. De megfogtad? Hát. Meg tudtad fogni? Meg. Akkor el is tud engedni. Ugyanaz a mozdulat vissza. Csak ezt a tudatban sokkal nehezebb megtalálni. De meg lehet. Bíz igazi önvalódban, mert abban van az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az oldás és a kötés. Ezt mindenki meg tudja csinálni. Mindenkiben megvan a felébredés lehetősége, az a Buddha természet, amiről a buddhák és a pátriárkák is nagyon sokat tanítanak. Jó? Ugye egyszerű kérdés, hogy miért ragaszkodnak az emberek a szenvedéshez? Miért ássák le magukat 20 méterrel a föld alá, ahonnan már sokkal nehezebb kijutni? És hogyan tudok én segíteni annak az embernek, aki már tényleg, hát már nem tudom, hogy fog a gödörből kijönni. Azért ragaszkodunk a szenvedéshez, mert akkor az a legbiztosabb. Az emberek biztos pontot szeretnének. Bárkit vagy bármit. Amíg a tudat nem önálló belül, addig mindig külső pontra támaszkodik. Legyen az ember, jelenség, tárgy. Tehát valahova ki kell vetíteni a saját bizonytalanságomat, és a három nagy ösztöncsoport, ez a birtoklás, szaporodás, túlélés. Mert ezeket gyakorlom ezekkel a kivetítésekkel. És így a szenvedés is egy iszonyatosan biztos pont tud lenni. Mert nem megy el, mert ott van. És lehet hozzá viszonyulni. Lehet belőle energiát meríteni, és energiát tenni bele. Lehet vele azonosulni. Lehet róla leválasztódni. De nehogy elmenjen, mert akkor mi lesz? Nem bírjuk az ürességet. Nem bírjuk a szabadságot. Nem bírjuk a szenvedés nélküli állapotot. Ez odáig ment, hogy ugye, európai művészetben volt egy olyan korszak, nem is olyan rég, amikor egy latin fogalommal jellemezték azt, hogy miért kell a festmény összes négyzetmilliméterét megfesteni. Ez volt a horror vacui, tehát az ürességtől való rémület. És ez a tudatban ugyanúgy megvan. Tehát rémülünk attól, hogy megszabadulhatunk a szenvedéstől, mert nem tudod, hogy mi van. És a megszabadulásnak pont ez az ismérve, hogy nem ismerhető meg úgy letokozva, logikusan, lehatárolva, definiálhatóan, mert az már nem az a szabadság. Nem az a megszabadult állapot, hanem egy ragaszkodó, gyakran szenvedésteli állapot. És mivel félünk a szabadságtól, jobban félünk a szabadságtól és a bizonytalanságtól, ezért választjuk a szenvedést. Másik, amit kérdeztél. Hogy lehet annak az embernek segíteni, aki x méter mélyen eltemette magát? Mindaddig nem tudsz neki segíteni, amíg nem akar onnan följönni.
Amíg nem akar följönni, addig az energiádat veszíted. Mert le fog húzni oda, hogy ne legyen egyedül. És minél több embert le tud húzni, energiavámpírok, annál boldogabbak lesznek ők a szenvedésben, mert minél több embert bevon a saját tudati terébe, annál sikeresebbnek érzi magát. Nézd meg ezeket a karizmatikus, narcisztikus terroristákat, akik elképesztően be tudnak vonzani embereket oda, hogy a saját gyilkológépüket kiterjesszék különböző földrészekre, kultúrákra és egyebekre. És itt hatalmas hadvezérekről van szó. Nézzük az elmúlt 2000-2500 évet, hogy hány ilyen narcisztikus, karizmatikus gyilkológép söpört végig Európán, Amerikán, Kínán, Indokínán, Koreán, Japánon. Tehát ez elképesztő. Miért? Mert minden tudattársakat keres, nem csak a nyomor, mindegyik társakat keres. Na, az a kérdés, hogy te társa akarsz lenni ebben, vagy sem? Na most, ha te tényleg segíteni akarsz neki úgy, hogy téged ne húzzon le, akkor egy dolgot tehetsz, éber és tiszta együttérzéssel ott állsz a segítség lehetőségével mellette. Azért csak a lehetőségével, mert még nem fogadja el. És mihelyt elfogadja, azon nyomban adod. Na de ehhez kell az illetőnek megérnie, és ezért mondom ki most azt a mondatot, ami ellen 20 éve úgy harcoltam, mert nem értettem vele egyet, hogy összes pallosomat megpróbáltam bevetni, de ellene, ugye Sun Tzu-nak nem nagyon lehet, és a következő van. Ez volt a mondat, more suffering is necessary. És akkor mind lázadtam, hogy te szemmester, hát nincs elég szenvedés a Földön. Szóval miért mondja azt, hogy még több szenvedés kell? Az összes jó érzésem, a buddhizmusban vetett hitem, az őben bizalmam, szenvedett csorbát, amikor azt mondja, more suffering is necessary. Még több szenvedés kell. És miért? Mert még nem ébredt föl. Mert még nem akar változtatni. Mert még mindig abban bízik jól. Még mindig ahhoz ragaszkodik. És nem hajlandó leválasztódni róla. Nem hajlandó új utat keresni. Nem hajlandó fölébredni. Nem hajlandó változni. És mindaddig, amíg ez a szándék, az elmozdulás, az útra találás szándéka nincs meg, addig szenved, és nem csak az a baj, hogy szenved, mert szenvedjen, az kész. Nem együttérző, tudom, de most ezt kell hallanod. Tehát szenved és kész. Hanem szenvedtet is. Ez a baj. Ami önmagában még nem lenne baj, mert a másiknak is feladat, hogy legyen szíves, dolgozzon ezzel a ráháruló, ráhárított szenvedéssel, és valamit kezdjen vele. Hogyan ébred föl ő ebből? De visszatérve az eredeti kérdésre, csak akkor tudsz segíteni valakinek, ha azt el akarja fogadni. Addig nem. Ez alaptörvény, és ezért van a koan gyakorlatban nagyon világosan megkülönböztetve az alanyi egyévváló és a tárgyi odaforduló viselkedés. Az alanyi egyévváló az az, hogy valaki boldog, én is boldog vagyok. Valaki szomorú, én is szomorú vagyok. Ha valaki szomjas, akkor adjak inni neki, ez a tárgyi odaforduló. Valaki éhes, adjak enni neki. Tehát az akkor nem megoldás, hogy én is szomjaztatom magam együttérzésből. Nem bölcs dolog. Tehát nézzük meg, hogy mikor kell az alanyi egyéválló együttérző viselkedést tanúsítani, és mikor kell a tárgyi odaforduló viselkedést tanúsítani. Nagyon messzire vezetnek ezek az alapvető megkülönböztetések, és minden pillanatban tudnod kell, hogy hogyan viszonyulj egy adott emberhez, hogy ha lehet, akkor segíts neki, és feleslegesen ne raboljon le. Rossz hiszeműen ne raboljon le. Tehát adni mindig jó. De ki az, aki fogadja, vagy követeli, vagy zsarol? Egyéb kérdés? Ugye a gyakorlás révén, amikor eluralkodik rajtam a tű, meg nagyon felerősödnek az indulatok, akkor nem szoktam reagálni, tehát nem szoktam engedni, hogy a
dű meg az indulatok irányítsanak. Viszont ilyenkor mindig, nem tudom, én azt mondom, hogy ez egyfajta kondicionáltság, az ugrik nekem be, hogy akkor elfojtom. Viszont tehát az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha akkor, abban a pillanatban, amikor úgy érzem, hogy a dű és vagy az indulatok irányítana, nem reagálok, és esetleg később egy ülök, vagy gyakorlok, meg próbálok tisztább tudatállapotba kerülni, ez mennyire elfolytás, vagy mennyire a dolg mögé menés és az energia másképp felhasználása. Ha a tudatod nem mozdul, és egyáltalán nem mozdul, akkor tudsz elfolytani? Nem. Akkor maradj meg ebben az állapotban. Tehát attól, hogy a tudat nem mozdul és tisztán lát, abban még semmi baj nem következett. Ha te elkezdesz reagálni a tudati jelenségekre, és akár több energiát beletenni, tehát gerjeszteni, vagy elnyomni és elfolytani, ugyanaz lesz az eredmény. Miért? Mert energiát tettél bele, akár negatívat, akár pozitívat. Tehát a teljesen tiszta, tükörszerű, nem mozduló tudat, az itt eszenciális. Minden más, az már gondolatilag vagy érzelmileg mozdulatban rá van rakva. És ettől lesz vagy elfolytás, vagy gerjesztés. Hát ezt mindenki ismeri. De az az igazi rejtély, hogy tudsz mozdulatlan és tiszta tudattal megmaradni úgy, hogy közben látsz belül. Hát ezért gyakoroljuk ezt a meditációt. És hogyha tényleg meg tudod különböztetni a nem cselekvőt, a nem mozdulót a reaktívtól, akkor tudsz a teljes teremtés állapotába visszakerülni. Akkor leválasztódsz a primérről és a szekundérről, és meg tudod őket különböztetni. Az emberek ugye akkor is, hogyha azt hiszik, hogy teremtenek, kiderül, hogy nem reagálnak valamire vagy valakire, és ezért nem érzik magukat eredetinek. Mert a reakció van az akció helyett. Tehát elmúlik már ez a nagyon-nagyon gyöngén intuitív pillanat, amikor te primér módon tudnál teremteni. Pontosan azért, mert összekeverem magam a reakcióimmal. Most, hogyha ez a nem mozduló tiszta tudat megvan, ami nem teremt és nem reagál egyként, akkor innentől kezdve ebből a nagyon alapos, nagyon tiszta állapotból tudsz teremteni. Eredeti módon. Hogy igazából, amit te mondtasz, az tökéletesen érthető, de ezzel a fajta tudattal nagyon kevés ember rendelkezik. És ezzel kapcsolatban mit szeretnél tőlem kérdezni? Hát, hogy mi mit csináljunk, akik még nem rendelkezünk ilyen tudattal. Meditáljál tovább, és majd lesz. Mert azért lehetőség szintjén ott van ám az. Mert ugyanúgy mi is ugrunk, haragszunk, megsértődünk, mérgesek vagyunk, kibékülünk, megbocsátunk, nem? Hát igen. Erről szól. Csak lehet, hogy egy picit már finomabban tesszük, mint esetleg régebben. De az, amiről te beszélsz, az még távol van. Sokkal közelebb, mint gondolnád. Pont az erről való gondolkodás távolít el tőle. Tehát vissza tudsz kerülni ebbe az állapotba. Ehhez kell a gyakorlat, és ahogy azt hallottuk ma már többször, csak az egy része, a kisebbik része adható át formai szinten. Nagyon nagy része csak tapasztalható, és egy közös jelenlétben ez könnyebben tapasztalható. Tehát, amit mondtál, az természetes, hát emberek vagyunk. Csak lásd, hogy mikor teremtesz, mikor reagálsz, és mikor tartózkodsz bármelyiktől. Te mikor voltál dühös utoljára? Szerintem mindenki, aki ember, nagyon-nagyon sokszor érez vágyimpulzusokat és dühimpulzusokat, tehát különben nem működik a rendszer. Hát működünk. Csak az a kérdés, hogy ezek meddig tartanak, és mi a viszonyod hozzá? Kiadod-e magadból, vagy elfojtod, vagy csak látod? Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Az viszont ténykérdés, hogy ezek az érzelmi állapotok mindegyünket elérnek. Tehát nem az a kérdés, hogy ugye mikor voltál utoljára, hanem hogy ha most, akkor hogy csinálod? A
akkor hogy viszonyulsz hozzá? Tehát hagyod-e jönni és menni, vagy pedig gerjesztem per elfolytam? No? Kis furcsa nekem az, hogy olyan, mintha az embernek meg kellene küzdenie azért, hogy ember lehessen, viszont ezt az állatvilágban ott nem tapasztaljuk, tehát a kutya az úgy viselkedik, mint egy kutya, a malac úgy viselkedik, mint egy malac, kivéve kivételes esetek is előfordulnak. És hogy miért van ez, hogy az embernek meg kell küzdenie azért, hogy ember lehessen? Mikor eredetileg embernek született elvileg? Emberi testbe született, de milyen tudattal? Na, itt ez a diffi, ez adja a küzdelmet. Tehát nagyon-nagyon komoly kérdést tettél fel, és hát egy rakás megoldatlan karmát hozunk ide le, amelyben benne van az is, hogy mi a mi elképzelésünk arról, hogy ember. Tehát mi az, ami számodra az emberi? Arrébb mész így egy ilyen hogy 500 kilométeres sugárba így meghúzod jelen pozíciónktól, nagyon sokféle ember definíciót találná, hogy mi az emberi, és mi az, amit el kellene érnünk. Tehát a standard válasz az, hogy megvan benned az az isteni szikra, amely ezt diktálja, vagy az a Buddha természet, ami ezt látja, és van egy csomó maradványkarmad, amivel küzdesz, de egy ilyen típusú válaszra nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát felállít ilyen akkora nagy dualitást, amekkorát csak lehet, szétnyílik az olló, és akkor talán legyél okos. Nem áll rossz a történet. Arról szó, hogy bennünk van egy csomó minden, ami egyrészt nem kompatibilis. Tehát a gondolataink, az érzelmeink oly mértékben nem tudnak összeférni, hogy ebből a csattanásból már rengeteg betegségünk van. Ebből viszont felébredünk arra, ami nem gondolat és nem érzelem. Fizikum ugyanez. Van egy nagyon állandótlan feltételhez kötött törékeny testünk, ahhoz képest, hogy a tudatunk mire képes. És ráébredni arra, hogy a tudat az nem a test, az is egy hatalmas nagy munka. És aztán helyesen használni ezt a testet, és karbantartani a lélekkel együtt, az is egy hatalmas munka. Tehát, hogy miért van ez? Mert ezt választottuk, és ezt vállaltuk el. Tehát azért születtünk emberi test, hogy a sok-sok paradoxon, ellentmondást, inkompatibilitást mind megéljük, és ezekből felébredjünk. Most képzeld el, ha egy nyugodt, békés, kihívások, ellentmondások, nyereség és veszteség nélküli életet tudnánk élni. Hát az nagyon-nagyon másképp nézne ki. Egyrészt sokkal unalmasabb lenne, tehát ki kéne találni valami extrém sportot, ugye? Ez az egyik. A másik, hogy azok nem mi lennénk. Tehát az emberi lélek az valami elképesztő sok mindent hozott ide le ebbe a testbe, és rájövünk egyet, nem tudjuk ezeket a tartalmakat teljesen kibékíteni, nem lehet velük azonosulni, nem lehet identitást így egyértelműen határosan ráragasztani. Mit lehet? Fel lehet ébredni ebből az egész folyamatból. Tehát az az érdekes, hogy minden közön megvalósításon dolgozik, pedig, amit igazából el lehet ezen a földön érni, az a saját fix ego képzetettől való megszabadulás. És képzeld el, hogy most akkor hogy van ez? Mi az az én, amit meg kéne valósítanom? Vagy ha megszabadultam a fix énség képzetétől, akkor most a személyiségem miből áll össze? Milyen útja van? Miért született meg? Hová megy? Tehát én azt gondolom, hogy a miértek azok az első kérdéscsoportba tartoznak, a hogyan az a következő, hogyan járjam az utamat, hogyan lássam helyesen magam, és az utolsó kérdéscsoport az a mikor. Tehát, mikor eszünk? Vagy mikor legyek dühös, mikor engedjek a vágynak, mikor manifestáljam bizonyos karmákat. Jó? Tehát azt hiszem, hogy az egyetlen dolog, amit ezen a földön szerezhetünk, az a látás, mert minden más, ami a tükör előtt jön és megy, az mulandó. És feltételhez kötött, és tökéletlen, befejezhetetlen. De az a látás, amit itt megszerzel, az a karmikus tisztulás, ami itt az osztályrészünk lehet, az nem jön és megy úgy, ahogy a tested,
az a lélekben ott van. És az valójában a kincsünk, ez a látás, amit a Buddha vidyának mondott. És az erre való felébredés, vagy ráébredés a moksa, a megvilágosodás. Segítésről kérdeznék. Bódhiszatvák segítenek érző lényen, vagy, tehát alapvetően valahogy azt érzem, és ebben lehet, hogy tévedek, hogy az emberi mi voltunk egyik alapköve az, hogy képesek vagyunk segíteni másokon. És az előbb már volt szó arról, hogy mi a helyes segítség emberek tekintetében, tehát hogy várjuk meg, amíg ő erre szólít minket, vagy meghív. És honnan tudjuk ezt helyesen megítélni egy állattal kapcsolatban? Tehát mi a helyes, mi a megfelelő hozzáállása az állatokkal kapcsolatban? Nagyon jó kell látni az állat helyzetét, azt a kondíciót, amiben van. És hogyha egyé tudsz válni ezzel a kondícióval, azzal a helyzettel, amiben ő van, akkor el tudod dönteni, hogy mi a helyes, hogy enni kér, inni kér, állatorvoshoz kell jönni, stb. Stb. Tehát a tisztánlátás segít a segítség a szükségességének a meglátásában. Hát ezzel nem látom tisztában. És tudod miért? Mert annyira elméleti a kérdésed, hogy ezen elméleti síkon nem lehet segíteni. Tehát pillanatról pillanatra lásd tisztán az adott állat vagy ember helyzetét, és akkor az konkrét választ fog neked adni erre a kérdésre. Mert egy válasz nagyjából annyit ér, amennyit a kérdés. Értem. Tehát ahogy magamon dolgozom, úgy látom egyre tisztában a viszonyomat is. Pontosan. Tehát, hogy ne vetítsek rá az állatra olyan dolgot, ami nincs benne, és ne tagadjak le olyat, ami egyébként benne van. Ez egyébként embertársainkkal való viszonyunkon is segíthet. Jó? Tehát, köszönöm. Ha én bele szeretnék látni az állatba olyat, ami nincs benne, akkor mindig csalódni fogok, és a szegény lényt itt nyüztetem, hogy de mégis legyél az, aki valójában nem vagy, de én szeretném, hogy az legyél. Ez, hogyha lefordítjuk emberi kapcsolatainkra, akkor szerintem nagyon sok frusztrációnkat megláthatjuk, mert okozunk a másiknak, meg egyebek. És jó gyakorolni. Tehát nagyon jó gyakorolni, amikor az egész érző lény csoporttal való viszonyunk az kicsit helyre tud billenni. Ez a fajta megszabadulás, tisztánlátás, ez pillanatnyi bevillanás, fokozatos, ebben az életben létrejöhető, vagy embertől függően ez változhat a következő inkarnációval, vagy valami. Tehát ez mai világban gondolom, nem a régebbi egyszerűbb, mit tudom én, konfliktus időszakban, amikor egy botítéssel mondjuk könnyen meg lehetett világosítani valakit. Most nem. Ez a kérdés. Ez a kérdés lehet. Olivier, mióta süt a nap? Kezdetektől fogva. Hol volt a kezdet? És még? Nem tudom. Ha ezt nem tudod, akkor erről a gyönyörűséges pillanatról, amiről kérdeztél, a világosság bevillanása, mint hirtelen élmény, vagy a folyamatosság, amit szeretnél mellé. Hogyan érthetnéd meg a választ? Mérhetetlen. Akkor miért kérdeztél? Köszönöm a választ. Szívesen. Na, köszönjük. A Dharma beszéd első felének legalábbis egyik kulcs szava volt a jelen, illetve a jelenlét. Azt szeretném megkérdezni, hogy a jelenlét és a jelen nem lét között mi a különbség? Vagy kicsit zenő megfogalmazva, a jelenlét és a jelen nem lét azonos, vagy különbözik? Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen. Pedig most kezdünk belejönni, hogy Isten igazából. Akkor még egy kérdés ezzel kapcsolatosan. Ugye a mai spirituális irányzatok javarész az úgy működik, hogy valami helyet kínál valamit. Tehát a nem jelenlét helyett kínál egy jelenlétet. Ez látszólag számomra úgy tűnik, mint hogyha a bot egyik vége helyett a bot másik végét adná oda, hogy akkor boldogulj ezzel, holott, amint ezt a Dharma beszéd elején is mutatta, bármelyik végéhez ragaszkodsz a botnak, akkor a lényegéhez nem jutsz el. Ilyenkor, amikor mondjuk ne csináljak reklámot, de egy jó ideje, már itt élek ezen a helyen, elég sok olyan illetővel találkozok, aki azért jön, hogy a botnak a másik végét fogja meg, és ahhoz ragaszkodik. Ilyenkor kell-e bármi, vagy érdemes-e bármiféle módon a dolog lényegére rávilágítani a bot túlsó vége helyett? Egyrészt, ha nincs rá igény. Egyrészt, amíg a bot másik végét nem másoktól veszi el, addig nyugodtan ragaszkodhat hozzá. Magyarul ne szívja le mások jelenlétét, vagy jelen nem létét a véleményeivel. Ez az első. A másik pedig, az embertől a tapasztalást nem lehet elvenni. Tehát itt mi taníthatunk nagyon sok szép dolgot, válaszolhatunk rengeteg kérdésre, de alapvetően az emberek taníthatatlanok, ha megnézed. Mert csak a saját tapasztalatuknak hisznek. Hát akkor mit kell kívülről tanítani? Tehát nagyon kevés változás, igazi változás jön kívülről. Tehát az a belső folyamat, ami nem sért másokat kívül, az abszolút tiszteletbe tartható. Miért? Mert ha elkezdesz ragaszkodni ehhez a végéhez, és azt mondod, hogy na, ragaszkodjál légy szíves ehhez a végéhez, hogy gyakorlatilag nem csináltam semmit. Mert nem oldottam föl a ragaszkodó mozdulatot. Én ilyenkor nagyon-nagyon rosszul azt csinálom, hogy ragaszkodjon nyugodtan, sőt, egyszerre a kettőhöz. Próbálja meg begörbíteni, és egyszerre a két végéhez ragaszkodjon. Mert abból ugye kiderülhet valami. Tudod? Tehát nem az embereket kell megváltoztatni, mert azt úgyse tudod. Hanem azt kellene, hogy a tapasztalat vezessen a felébredéshez. És ezért inkább pusztán kérdésekre kell válaszolni, és nem valami szózt tanítani nekik, hogy most fogd meg az egyik végét, vagy a másik végét. Beszéljünk a személy jelenlétéről, vagy a személy nem jelenlétéről. Amiről hallottál a bevezetőben, engedelmeddel, az nem egy személyiség vagy ego alapú dologról volt szó. Szóval a tudatnak a teljesen tiszta, fix tartalom nélküli jelenlétéről van szó, ami teljesen más, mert ez nem személyfüggő, és csak nem is helyzetfüggő. Mert azt mindannyian meg tudjuk csinálni, akármilyen fejed, szemed, füled, gondolatod, érzelmed, múltad, jelened vagy jövőd van. Ugye? Hát erről szól a történet. Itt most azért vagyok nagyon óvatos, hogy az itt nem jelenlévő irányzatokról, vagy emberekről nehogy valami implicit véleményt mondjak, csak itt nem botvégekben gondolkodunk. Itt nem is gondolkodunk. Itt valami egész más történik. Jó? Tehát ami nem gondolható el, az nem is bontható A-városból B-városba, vagy ilyen kis állapotokra, olyasfélékre, amik kitüntetettek és jobbak, más ugye keletkezett tárgyal és kondíciókkal bíró állapotoknál. De van valami, ami mindig tiszta marad, ami mentes élettől és haláltól. Mégis mi ez, ami egyszerű és tiszta? Köszönöm a figyelmet és a nagyszerű bevezetőt.